Oké, okay, come on, ne szólj is. Ne szólj itt a kurva, te szvinyatam, kope. Mit akartál, Norbi, előbb, vagy csak hülyeskedj? Most már oda akartam adni neked 50 rubót, de nem. Nekem? Nem, ki még kérde nekem pénzt adja, van nekem bőven. Hoppá, hallottad ezt? Igen, hallhattad, igen. Tudod, valaki dolgozik, tudod? Van olyan, hogy valaki dolgozik. Nem, de átgondoltam véletlen. Tudod, vannak munkás emberek, bazd meg. Na ez az, amit nem tudsz, ezt a szót, hogy munka. Munka! Hallottad ezt a szót már? De lehet, hogy hallottad, de nem ismered fel, hogy mit jelent az. Szia, Doki! Egyetlen egy szerencséd van az életedben. Tudod mi az? Egyetlen egy. Hogy ismersz, bazd meg. Az az egyetlen egy. Az az egyetlen egy szerencséd van. Kis hamakon körbe kentrézünk, ajdemo. Tragédiaért, Lajoskám. Tönkrement most a izé, aksim. Mondjuk már várható volt. Hát már ilyenkor 3-4 hónapos. Van 5 darab otthon, csak nincs. Ezek katasztrofális dolgok. Múzseme van. Zoli, Moritz jön ide, jön ide? Igen, jön mindjárt, azt Moritz. Szólj már neki, hogy adjon már neked egy orizsi fecskendőt, de nagyot. Tudod, kis vitamin nekik, lovacskáknak, nyakba. Hagy szaladjanak. Vagy nekünk egy kis. Na ügyesek lehetek, ne vicce, ne humorizáljatok, nem vagyok jó kedvembe. Tegnap kiadtam egy vagyont, miattatok. Már most reggel is. Egy rohadt mázlid van, hogy ismersz, mondom neked. Szerencsés egy ember, nem Gabikám? Nem szerencsés? Majd kíváncsi leszek, mennyi ló lesz fel. Na jól van, előre figyelj, mert hasra esel. Majd a kis Gájánon megnézünk megint. Jó kemény a talaj. Ja.